Egészség az emberekhez jó akarat. Jézus Krisztus születésekor így szólt az angyali üdvözlet a félelemmel, félelmekkel teli embereknek, pásztoroknak. Így szólt az örömüzenet, és én is ezzel szeretnék köszönteni mindenkit. Ezekkel a szavakkal, az Isten igéjével köszöntöm mindazokat, akik eljöttek erre a mai alkalomra, erre a mondjuk úgy, hogy előrehozott karácsonyozásra, vagy adventi ráhangolódásra. Persze igaz, hogy egyetemünkön már voltak tanszékek, akik nagyon jó és helyes módon megtartották a maguk kis bensőséges ünneplését, és talán még lesz is egy-két alkalom a héten, az elkövetkezendő héten, amikor egyéb tanszékek megtartják a saját kis karácsonyozásukat. De én úgy gondolom, hogy ha már itt most ennyien összegyűltünk, akkor az azt mutatja, az bizonyítja, hogy az a közösség nem csak sejtjeiben él, hanem egy nagy közösség is létezik, és van jövője. És úgy gondolom, hogy tekinthetünk most úgy magunkra, mint egy gyülekezetre. Párciumi Keresztény Egyetem gyülekezetére. Köszöntések rendjén, tisztelettel és szeretettel köszöntöm egyetemünk rektorát, dr. János Szatmári Szabolcs urat. Köszöntöm Párciumi Keresztény Egyetem elnökének, Tőkés Lászlónak képviseletében Antal János urat, és köszöntöm Tolnai István tanácsos urat, a Király Ökumenikus Református Egyházkerület tanügyi előadó tanácsosát. Aztán köszöntöm az igen tisztelt tanszékvezetőket, tanári gárdát, az oktatókat, intézetünk oktatóit, az adminisztrációs személyzet tagjait, minden itt dolgozót, és persze természetesen a diákokat, a diákságot, a sajtóképviselőit és mindenkit, aki mai alkalommal megtisztelte rendezvényünket. Végül, de nem utolsó sorban köszöntöm a történelmi egyházak képviselőit, akik most már mondhatom, hogy egy szóra, vagy lassan már hagyományosan jelen vannak ezeken az alkalmakon. Név szerint köszöntöm Szabó Ervin atyát, Csabai Árpád és Buzogány Csuma István lelkipásztor testvéreimet, akik az est folyamán egy igei köszöntőt fognak majd hozzánk intézni. Már most az elején hadd köszönjem meg mindazoknak a segítségét, akik segítettek a szervezésben, akik hozzájárultak a mai estéhez. Először is köszönöm szépen a Párciumi Keresztény Egyetem diák szervezetének és a tagjainak, diák szervezet tagjainak, hogy szervezési, apró szervezési dolgokban, meg a nagyobb szervezési dolgokban is részt vettek. Bár már nincs itt közöttünk, mert hazamentek, hosszú napjuk volt, de köszönöm ezen a helyen Fekete Máriának és társainak, akik nagyszolontai hagyomány őrzőként itt voltak mai délutánon, és azoknak, akik érdeklődtek és eljöttek fél négytől kezdődően, megtanították különböző fogásokat, lehetőségeket, hogyan lehet hagyományőrző módon szép karácsonyi díszeket és mindenféle üdvözlő kártyákat készíteni, ezzel is egy kicsit ápolva a nemzetünk hagyományait. Köszöntöm a zene tanszék hallgatóit és oktatóit, azért külön köszöntöm őket, mert ők igen sokkal hozzájárulnak a mai estéhez. Nem csak mint kórus fognak föllépni, hanem egy nagyon szép betlehemest fognak bemutatni, egy puszta kamarási betlehemest. Az est zárásában, vagy az est zárásakor, mikor itt a díszteremben befejeződik minden, akkor majd kint egy pohár forradbor mellett majd még lehet beszélgetni, és hogyha kedvet kaptunk a beszélgetéshez, meg megosztanánk még egymással egy-egy kocintást, egy-egy jó szót, akkor utána át lehet vonulni a Moszkva kávézóba. Köszönjük szépen a lehetőséget, ott előkészítettek nekünk valami akciókat, és ilyen karácsonyi mulatság lesz, hadd mondjam így, hogy karácsonyi mulatság, úgyhogy szeretettel várunk oda is mindenkit. Az istentiszteleti rész után már nem lesz hirdetés, ezért hadd mondjak el egy-két dolgot. A folyosón, aki bejött, láthatott két persejt. Ezekben a persejekben jótékony célra gyűjtünk. Ne kövessük a Krisztus születése idején uralkodó hangulatot, amikor nem volt hely sem a szívekben, sem a vendégfogadóházaknál, sem a házaknál, a Szent Családnak és a Megváltónak, hanem mutassuk meg testvéreim, hogy cselekedetekben és valós áldozatvállalással, szeretettel tudunk egymás iránt lenni. Mai este egyik munkatársunknak gyűjtünk, már az adománygyűjtési akciót különböző e-mailekben kiküldtem, erre nem térek ki különösebb módon. Minden esetre mutassuk meg, hogy a szeretet és a
egymás iránti felelősség nem csak üres szólam személyes, vagy akár közösségi életünkben. Úgyhogy mindenkit szeretettel felhívok az adakozásra. Emellett még egy dolgot szeretnék hirdetni. Cipős dobozni szeretett akció tavaly került először megrendezésre itt az intézetben. Idén már, hála Istennek, meg se kellett hirdetni, mert már jöttek az emberek, hogy hol lehet leadni a kis csomagot. Arról van szó, hogy azok, akiknek van olyan tárgyuk, kis ajándéktárgyuk, vagy olyan dolgok, amit felajánlanának egy-egy nélkülöző gyermek számára, azt össze lehet csomagolni egy kis cipős dobozba, akár egy kis személyes dolgokkal, még ráadásként emelve a csomagnak az értékét, és ezt le lehet adni egészen december 19-éig, déli 12 óráig a Párcsonyi Keresztény Egyetem diákszervezetének irodájában. Az ajándékot a Micskei Gyermekotthon, Szociális Otthon és a Cigánymissziós Központ által foglalkoztatott gyerekek javára ajánlottuk fel. És akkor manapság sokak ünnepe, karácsonyozása, sajnos nem más, mint az evésivás, szabadságolás ideje, bevásárlási idény, és még lehet-e sorolni a különböző, akár már közhely számba menő és emlegetett félresiklásokat. Sok a cicoma, sok a mindenféle program, megnyilatkozás, mely éppen a testélet ígéről és Isten szeretetének nyilvánvalóságáról vonja el a mi figyelmünket. Éppen ezért a mai napon én személy szerint, mint az egyetem lelkipásztora, nem ünnepi gondolatokkal vagy ünnepi igehirdetéssel készültem, hanem úgy gondoltam, hogy visszatekintek, vagy ráutalok az eredeti forrásra, a Szentírásra, és ezen az alkalmon, ezen a helyen föl fogom olvasni Lukács evangéliumából Istennek igéjét, a születés történetét. Hallgassuk alázattal és figyelemmel az Úristen igéjét. És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat, adaték ki mind az egész föld összeírására. És ez az összeírás először akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, ki a maga városába. Fölment pedig József is Galileából, Názáret városából, Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik. Mivel hogy a Dávid házából és háza népe közül való volt, hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül, és várandós vala. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai. És szülé az ő elsőszülött fiát, és bepújállá őt, és helyezteté őt a jászolba, mivel hogy nem vala négyik helyük a vendégfogadóháznál. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak, és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájuk jött, és az Úrnak dicsősége körülvette őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal néki, ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme része. Mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele. Találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelességgel jelenik angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérik és ezt mondják, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondák a pásztor emberek egymásnak, menjünk el mind Betlehemig, lássuk meg-e dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk. Elmentek azért nagy sietséggel, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a kisgyermeket, aki a jászolban feküdt. És ezt látván elhirdeték, ami nékik a gyermek felől mondatot. És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nékik mondottak. Mária pedig mind az ígéket megtartja és szívében forgatja vala. A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dicsérvén az Istent mindazok felől, amiket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott. Amen. Most pedig következzék az egyetem zene tanszékének, pontosabban a zene tanszék hallgatóinak a szolgálata, kórus szolgálata. Én fogom elmondani, hogy mit hallhatunk tőlük. Első renden Gárdonyi Zoltán, Ó te üdv adó c
című kórusművet zongorán kísér Bányai Helga, majd pedig Pátkai Imre Isten Szentje című alkotását. Aztán következik Wolf Pétertől Ave Maria, Brock Izabella, Szász Edina és Tar Boróka közreműködésével zongorán kísér Bányai Helga, végezetül pedig Berkesi Sándor karácsonyi népdal rondóját hallgathatjuk meg. Fogadják szeretettel a kórus előadását, akkor ezeket. Thank you.
Menj el, 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 men
köszönjük szépen a kórus tagjainak ezt a fölemelő élményt. Nem kell megijedni, nem hagynak itt bennünket. Igen, pont ezt akartam mondani, és köszönöm szépen, hogy figyelmeztettek rá. A kórusban nem csak a zenetanszék hallgatói vesznek részt és járnak alkalomról alkalomra próbára és fellépésre, hanem vannak más tanszékekről is diákok. Én nem kérdeztem meg, de szerintem meg lehet hirdetni, hogy bárki, aki kedvet kapott ahhoz, hogy egy-egy ilyen közösségi élményben részt vegyen, az tegye meg, keresse a zenetanszéket, a zenetanszék irodáját, vagy éppen Márkus Zoltán tanárunkat, akinek ehelyről köszönöm, hogy vezeti a kórust, és hogy megtanítja, betanítja ezeket a nagyon szép dallamokat minden egyes ilyen eseményre. Azért vonult ki a kórusnak egy része, és vonult most vissza néhány tagja, mert akik most kimentek, ha térben nem is, de időben, legalábbis képzeletben, most visszatérnek úgy 2000 esztendőt, a Betlehemest készítik elő, beöltöznek, előkészítik az előkészíteni valókat, úgyhogy ezért volt az a kivonulás. Nekem az volt a tisztem, hogy addig beszéljek, amíg ők ezt megteszik, azt hiszem, hogy ez sikerült is. Most pedig szeretném megkérni, mondom sorrendben, a római katolikus egyház képviseletében, az evangélikus egyház és az unitárius egyház képviseletében a tisztelt lelkipásztor testvéreimet, hogy hozzák meg velünk igei gondolataikat, átadjuk nekik a szót. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm egyetemünknek előjáróit, lelkésztársaimat, a kedves hallgatókat és minden kedves jelenlévőt. Egy történetet szeretnék felolvasni, amely a következőképpen szól. Mikor Platón megkérdezte tanítványaitól, mi a három legfőbb dolog, amely az élethez szükséges, az egyik tanítványa ezt válaszolta. Az élelem, a fegyver és a szeretet. Ha valamelyiktől meg kéne válnod, melyiket hagynád el? Kérdezte Platón. A fegyvereket. És ha még egyről le kéne mondanod, melyiket hagynád el? Az élelmet, válaszolta Kalimonász, a tanítványa. Fegyver nélkül az ellenség a halálba kerget, élelem nélkül éhen pusztulunk, de ha meggondolod, a halál évezredek óta az élet belejárója. Fegyverrel megvédhetjük, és élelemmel fenntarthatjuk az életünket. De vajon mit kezdenénk egy olyan élettel, amelyből hiányzik a szeretet? De vajon mit kezdenénk egy olyan élettel, amelyből hiányzik a szeretet. Karácsony ünnepére készülünk, mondhatjuk azt, hogy már itt van a küszöbön, amikor a szeretetet ünnepeljük. Nekem mindig számomra egy annyira meghitt, és beleremegek, mikor erre gondolok, hogy először az Isten szeretett bennünket, és éppen ez a karácsonynak a lényege. Hogy az Isten lehajolt az ő szent fia által közzénk, eljött közzénk bűnös emberekhez, és sorsközösséget vállalt velünk. És befejezésképpen egy másik történetét szeretnék elmesélni. Családban élnek nagyon sokan közülünk. Egy történetet, amelyik egy családról szól. Kispap koromban, amikor Veszprémben végeztem a teológiát, egy alkalommal karácsony után mentünk vissza a vizsgidőszakra, és valami oknál fogva lekéstem a csatlakozást, a vonatot. És úgy gondoltam, hogy elmegyek a legközelebbi templomba, és ott egy kicsit még a karácsonyi hangulatban még imádkozom. Ki volt ülve a főváros, Budapest, és hogy bemegyek a Ferenciek terén a gyönyörűen feldíszített templomban, olyan jó volt egy csendes templomban leülni, megnyugodni. És egyszer csak nagy robajjal kitárult a templomnak az ajtaja, egy nagypapa az unokáival jött be a templomba.
Oda mentek előre a Betlehemhez, és először nézték távolról a kartól, ott volt egy kis kerítés, nézték a kis Jézust. A nagypapa leült a padba, imádkozott, majd végén oda ment a gyerekekhez, az unokákhoz, és azt mondta, most már gyertek, menjünk haza. És a kisfiú megmakacsolta magát, és azt mondta, nagypapa, tegyél át engemet ezen a kerítésen, én meg akarom simogatni a Jézuskát. A nagypapa mondta, hogy nem szabad, azért ha elkerítve, nem szabad bemenni, de a kisgyerek csak makacsul mondta tovább, hogy nagypapa, én meg akarom simogatni a Jézuskának az arcát. És a nagypapa körbenézett, nem látott csak engem, aki utazó táskával ott ültem a templomban, megfogta a kis unokáját, és átette a korláton, és a kisunoka odaszaladt, megsimogatta a jászolban fekvő Jézuskának az arcát. Miért mondtam el ezt a történetet? Hogy mennyire bölcs a jó Isten, hogy ő egy kis baba formájában jött el közzénk. Mert a kisgyerektől senki sem fél. Mindenki oda mer menni, le mer hajolni a jászló fölé, megmeri simogatni a Jézuskát, a kisgyerektől senki nem fél. Azt kívánom mindannyiunk számára, hogy karácsonykor mi is tudjunk oda menni a betlehemi jászolhoz, tudjuk előtte nyitni a szívünket, és fogadjuk be őt. És azt kívánom, hogy karácsonykor és karácsony után is az Isten vegyen szállást a mi szívünkben, és maradjon otthon benne. Szeretettel köszöntök én is minden jelenlevőt. Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből a 6. rész 9. és 10. versét szeretném felolvasni. Hallgassuk meg figyelemmel. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, mit időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Amen. Kedves testvéreim, tisztelt hölgyeim és uraim! Amit most el szeretnék mesélni, az egy régi, személyes történet. Volt három fiú, akik nagyon jó barátságban voltak egymással. Ketten közülük minden nap együtt jártak iskolába, a harmadik pedig aznap elkísérte őket, mert elengedték játszani a barátjához. Olyan vidéken és olyan korban éltek ezek a fiúk, ahol és amikor még olyan igazi telek voltak, sok hóval és mínuszfokokkal. Azon a télen, pont decemberben, ilyenkor különösen nagy hó hullott, és ahol elhányták a havat, mert akkoriban még az is szokás volt, a hórakások egészen a házak ablakáig magasodtak. Valóságos hóhegyek voltak azok a gyerekek szemében. A házak előtt árok volt, és csak a kapu előtt levő hidakon lehetett bemenni a járdára. Az út, amin többnyire csak röngszállító nagy teherautók jártak, lévén egy városszéli kis utca, amiről beszélek, csodálatos szánkó és korcsolyapálya volt a gyerekek számára. Még korcsolya nélkül is csodálatosan lehetett a bakancsokkal csúszkálni hazafelé a jól ledöngött utcán. A fiúk is ezt tették, és nem a szülők által lelkükre kötött módon a járdán mentek hazafelé, ahol biztonságban lettek volna, hanem inkább az úttesten csúszkáltak, néha egyik-másik elterült, a többiek nevették, és végig így mentek hazafelé.
Igen, ám csak, hogy a kinti hőmérséklet olyan mínusz 20 fok körül járhatott, és azon az utcán mindig erőteljes, csípős szél fújt, mindig szembe. Az embernek a pára a bajuszára fagyott, már ha volt neki ilyen, a gyerekeknek pedig rendszeresen lila lett, ellirult az ajka, és csak a házba érkezés után néhány perc múlva nyerte vissza eredeti színét és rugalmasságát. Nos, a fiúk elértek ahhoz a házhoz, ahova be kellett volna menni az első kettőnek, de a hídról nem volt eltakarítva a hó. Akkoriban még nem volt minden háznál megszokott dolog az autó, hanem az utcában 3-4 autótulajdonos volt, de többnyire ők is a járművet a garázsban tartották, mert a benzin az szűkös portéka volt. Tovább mentek hát a fiúk lefelé, hát ha majd valahol be tudnak jutni a járdára. Addig mentek, amíg elérték a harmadiknak a házát, de ott sem lehetett bemenni. Tanakodtak, nézelődtek, aztán kiválasztottak egy helyet, ahol kisebb volt a hórakás, megítélésük szerint. Ott neki mentek, és fáradtságos küzdelemmel átverekedtek rajta. Az első be is mehetett a kapun, neki már jó volt. A másik kettő pedig elindult visszafelé, már a járdán, és azt remélték, hogy hamarosan ők is hazaérnek, mert addigra már nagyon-nagyon kezdtek fázni, a csizmájuk is megtelt hóval, sőt még a kesztyűt is le kellett húzni ugyanezért. Egyre nehezebben vánszorogtak, és mikor már 2 háznyira voltak a céltól, újabb akadállyal találták szembe magukat. A szél a járdát is eltorlaszolt a hóval, egyszerűen nem tudtak tovább menni. Megpróbálták, de nem volt már elég erejük hozzá. Fáztak, elkeseredtek, el is pityeredtek. Ott sírdogáltak a hórakás előtt, és kezdték feladni a reményt, hogy valaha is hazajuthatnak. És ekkor történt valami. Kinyílt a kapu, ahol álltak, kijött egy középkorú férfi hólapáttal a kezében, elhányta előlük a havat, és lelket öntött beléjük, és a szemével végig kísérte őket, hogy hazaérjenek az alig 3. szomszédba. Olyan élmény volt ez, amit az ember nem felejt el soha. Amikor nyílt a kapu, és kijött Pista bácsi a hólapáttal, az olyan volt, mintha egy angyal jelent volna meg a személyében. Egy hétköznapi angyal. Olyan, aki mindannyiunk életében számtalanszor megjelenik, és lehet, hogy akkor pillanatnyilag hálásak vagyunk érte, de rendszerint hamar elfelejtjük őket. Sokszor éppen azért van szükség egy ilyen személyi igazolvánnyal rendelkező angyalra, ahogyan Levente Péter és Döbrentei Ildikó nevezik őket egy sorozatunkban, mert mi nem fogadunk meg valami jó tanácsot, önfejűen járunk el a legbizonyos dolgokban, és azért, hogy tetteink következményei ne szakadjanak a nyakunkba, elküldi az Úr egy-egy ilyen angyalát. Azt javasolom, hogy mindenki gondoljon vissza egy-egy ilyen eseményre az életében, mert mindannyiunknak vannak ilyen élményeink, és ez késztessen minket arra, hogy adandó alkalommal mi is szívesen legyünk mások segítségére, amikor erre lehetőséget kapunk. Mert sok olyan helyzet van, amikor mi is angyalok lehetünk. Amikor nem tudjuk, miért megyünk pont akkor, pont arra felé, mert lehet, hogy nem is úgy terveztük, vagy lehet, hogy nem is szoktunk arra járni, de egyszer csak megláthatjuk, megtudhatjuk, ha van bennünk kellő érzékenység. Észrevehetjük azt a helyzetet, ami miatt nekünk éppen ott kellett lenni, és észrevehetjük azt az embert, akinek éppen szüksége van a mi segítségünkre. Ilyenkor decemberben még több alkalmunk van arra, hogy mások számára látható vagy láthatatlan angyalok legyünk. Cipősdoboznyi szeretet szegény gyermekek számára, amiről már szó esett ma este.
Kis meglepetések egy-egy kollégánknak a Miklós püspökről elnevezett ünnepen, vagy a karácsonyfa alatt a családtagoknak. Ilyenkor azt is megérezhetjük, hogy nagyobb öröm adni, kapni. És hogy nincs felemelőbb dolog annál, mint úgy cselekedni jót valakivel, hogy nem várunk érte semmilyen viszontást. Egyszerű dolgok ezek, látszólag elcsépelt gondolatok, de hiszem, hogy manapság, amikor egy ilyen sajnos kifordult értékrendű világban élünk, nagy szükség van arra, hogy felhívjuk a figyelmet az ilyen apróságokra, amelyek mélyen benne vannak az emberi lélekben, ugyanúgy, mint ahogy benne van ennek az ellenkezője is sajnos. A mélységes, radikális önzés, a mindent magunknak megkaparintani akaró, mindent elfogyasztani akaró mentalitás is. Kérdés, hogy melyiket hagyjuk érvényesülni magunkban. A külső környezet azt sugallja, hogy mindent magunknak szerezzünk és tartsunk meg, és mintha ez könnyebben is menne nekünk. Isten igéje azonban a felebaráti szeretetről, a szolidaritásról és a testvériségről tanít, és teljesen más magatartásra biztat. Engedjünk ennek a biztatásnak, és megtapasztaljuk, hogy mennyire boldogító dolog engedni, átengedni magunkat Isten akaratának. Ilyen értelemben kívánunk kedves mindnyájunknak áldott, békés és boldog karácsonyt. Amen. Kedves keresztény testvéreim, ünneplő gyülekezet, úgy szeretettel köszöntelek, és Lukács evangéliumából olvasok a 14. rész 35. versét, amely így hangzik. Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétségé ne legyen. Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétségé ne legyen. Kedves keresztény testvéreim, templomainkban, otthonainkban meggyújtottuk az adventi koszorúnak a gyertyáit. Már a harmadikat is, készülünk a negyediket is föllobogtatni. Ahogy tavaly az egyik gyerekotthonban mondta az egyik kicsi gyerek, hogy advent negyedike van, negyedike közeleg. De valóban már csak néhány nap és föl vagyok a betlehemi csillag fénye és megszólal a mennyei hírodás, hogy ne féljetek. Nem csak ebben a gyerek otthonban, amelyről említést tettem, hallottam először ezt a keresztény éneket, amelynek a refrénje így hangzik: hordozd a gyertyát, lángoljon benned, annyian várják, oly sokszor, oly sok szív fáj. Törd át az éjjelt, hadd lássák fényed, tartsd a gyertyát, mert szükség van rá. Óvd a lángját, mert szükség van rá. Istenben bízva, a holnap hív ma. Nézzünk föl együtt most az ég felé, imában kérve Jézus nevében, győzzük le végre az éjszakát. Győzzük le végre az éjszakát. Kedves testvéreim, lehet-e megfogalmazni egyszerűbben Jézus születésének az üzenetét, a titkát? Győzzük le végre az éjszakát. Győzzétek le, győzzük le a lelki vakságot, a lelki sötétséget, mert hiába vannak a legmodernebb fényhordozóink, fényforrásaink, nincs az az izzó, nincs az a mesterséges fényforrás, amely be tudna világítani a lelki világunkba, amely segíteni tudna a lelki sötétségen urrá lenni, amely segíteni tudna abban, hogy legyőzzük a belső sötét csillagtalan éjszakákat. Az adventi gyertyáknak van egy különleges tulajdonsága. Miért is gyújtjuk meg őket? Nem azért, mert nem látnánk egymás arcát, ahogy leülünk a családi asztalhoz, hiszen hála Istennek jól fel vagyunk szerelve mindenféle világító eszközzel. Az adventi gyertyák különlegessége az, hogy befele világítanak. És arra tanítanak bennünket, hogy kezdjünk el befelé világítani,
hogy a mi lelki szemeink kezdjék el szokni a világosságot, hogy ne legyen majd kényelmetlen akkor, amikor bele kell tekinteni a betlehemi csillagnak a fényességébe. Lassan kifog lábunk alól az adventi út, és ott a nagy kérdés, hogy hol tart bennünk a barátkozás ezzel a fénnyel. Már nincs sok időnk, a gyertyák égnek, leégnek, elfogynak. Hol tart bennünk a barátkozás a fénnyel, és ott vagyok-e a fényhordozók között? Vagy csak füstölgő kanóc az én fényadóm, mert lehalkítottam a mennyei híradást, nem akarom hallani, nem értem, nem akarom, mert jó nekem szunnyadó lélekkel, alvó lélekkel tapogatózni és várni a karácsonyi csodát. Letudni minél hamarabb az ajándékozás terhét, és egy esztendőre minden el van intézve, le van tudva a dolog. Hordozd a gyertyát, annyian várják, szólt az ének. És azt hiszem, hogy nagyon kemény feladat ez a szolgálat végzése, mert a gyertyalánya olyan kicsi, olyan törékeny, olyan könnyen kialszik a legkisebb fuvallat hatására is. És persze, hogy nem könnyű tartani, ápolni, hordozni és adni tovább az ilyen gyertyalángokat. Ilyen gyertyalángok fényével legyőzni az éjszakát, a sötétséget. A gyertyalánga, amelyet olyan sokszor elfolytanak, meglopnak, megtipornak, megpróbálnak, megcsalnak, de nekünk mindannyiszor újra és újra föl kell gyúlni, és világítani kell, és égni kell. És gondolni arra, hogy mi lesz azokkal, akik várják. Akik számítanak ránk, akiknek szüksége van a mi gyertyánk fényére és világosságára. Mi lesz azokkal, akik számítanak ránk, számítanak az emberre, számítanak a jó utításra. Mert ez is szolgálat, testvéreim. Ez is óriási feladat, ez is sokaknak sötétséget áttörő fény. Az, hogy önmagad adod legdrágább ajándéknak nekik. Mindig világítani, vajon lehetséges ez? Talán saját erőmből nem. De ha engedjük, hogy Isten arca ragyogjon keresztül a mi életünkön, ha engedjük, hogy Isten szeretete átjárja a mi életünket, átfoljon a mi életünkön, akkor igen, akkor lehet. Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétségé ne legyen. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örök magasztalás és dicséret illessen téged, mennyei atyánk, mert úgy szeretted a világot, hogy egyszülött fiadat adtad érte. Megengedted, hogy megszülessék és testvérünk legyen. Hogy élhessünk, megengedted, hogy az örök élet közénk jöjjön. Hogy megvilágosodjunk, megengedted, hogy maga a világosság szálljon alá a sötétségünkbe. Hogy gyermekeid lehessünk, fiadat kicsiny embergyermekké formáltad. Én Uram és én Istenem, mi csodálatos bölcsességgel és kegyelemmel mentettél meg minket. Hódolva imádunk téged, fiad Jászol bölcsőjénél. Nevesd meg csekély hálaadásunkat és dicséretünket Jézus Krisztusért. Amen. Most pedig csendben magunkban egy-egy rövid fohászt mondhatunk a mi Urunk Istenünknek. Áldott az Isten, aki meghallgatja imádságunk szavát. Mi atyánk vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, az a mennyben, a földön. Ami mindennapi kegyelmünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig készüljük az Isten áldására.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen. Most én kérdően nézek itt a szervezőkre, de megkérem itt a hangosító segítségünket, hogy szóljon a betlehemeseknek, hogy akkor lehet jönni azzal, amivel készültek. Nagyon sokat dolgoztak ezen a műsoron és ezen a programon úgy az eretanszék hallgatói, oktatói. Nem csak a szöveg betanulása, az énekek megtanulása volt az ő feladatuk, hanem tettek ők mást is. Készítették közösen a jelmezt, berendezték a színpadot. Bevallom, személy szerint én már láttam a főpróbát, úgyhogy én nagyjából tudom, hogy mire lehet számítani, szerintem mindenki nagyon fogja élvezni. Úgyhogy én lassan-lassan akkor át is adnám a színpadot a betlehemeseknek és a tanszék hallgatóinak, akik tényleg szeretettel készítették elő ezt a műsort. Addig, amíg megérkeznek, addig szusszanunk egy kicsit, a gyerekek is még fészkelődhetnek egy kicsit, jó, hogy itt vannak, és nagyon örülök, mikor itt vallom a gyerek lépteket, meg a kis zajocskákat, mert azt jelenti, hogy tényleg egy közösség vagyunk, kicsit egészen nagy. Úgy hallom, hogy már mocorog valamire színpadon, úgyhogy én félre is állok, és akkor lekapcsolódunk a villanyok és kezdődik a betlen.
ág. Fa szülte ágát, ága szülte bimbaját. Bimbaja szülte virágját, virágja szülte Szent Annát. Szent Anna szülte Máriát, Mária szülte Krisztus Urunkat, a világ megváltó. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Újságot hirdetek mindennek örömmel, örvendetes szép hírt hallottam az éjjel. Amelyet hallottam, elmondom örömmel, verseimhez legyenek illő figyelemmel. Dávid városában egy király adaték, aki buzgó szívvel méltón tiszteltetik. Tisztelt jó urok, társaim kinn vannak, Betlehemet hoztok, behívnak, mert fáznak. Mit felelsz erre, jó gazdag? Tessék be, hát jó. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus a magas mennyekből, ki kigyelmétek házát, tartsa és marassza mindvégig örömben. Mi nem azért jöttünk, hogy itt históriázunk, vagy más tréfa beszédet folytassunk, hanem Krisztus Urunkról egy jó példát mutassunk. Thank you.
Ágya meg az Isten évi munkátokat,
hogy táplálhassatok sok nyomorultat. Jó az ág, megbocsássatok, amit örülünk, mi állatok. Köszönjük azt, mit adtatok, őkállás szájogátok. Mozd a bajnás, csipd az ajtót, kezedben ad, ki nincs sarkot. Magyar hasznod, uncsuk megyünk, s a másik moc elérkezünk. Hallgassanak ide, mert én most köszöntök. Elmondom, mit hoztak a keleti bölcsek. Hoztak tömjént, mirhát és drága aranyat, mert látván feljönni a fényes csillagot. Heródes hivatta magához, hogy tudván, mit jelent Betlehemnek e fényes csillaga. Eképpen megindul káka és minden félelem, és vérbe borul az egész Betlehem. És ezért éneklik a szent pásztorok a Betlehem környékén. Dicsőség legyen odafenn az Istennek, békesség a földön az emberek közt. Gazdura mékra szálljon ezer áldás, tiszta jó szívemből kívánom ezeket. Adjon az Úr Jézus boldog ünnepeket! Megzendült az ének embergyermek ajkán, az Úr Jézus Krisztus születése napján. A várva várt vendég nálunk megérkezett, az ígért messiás Jézus megszületett. Jézus az árváknak igaz szószólója, bánatos szíveknek megvigasztója. Aki a búbának poharát üríti, adjon az Úr Jézus boldog jövőt neki. Tiszta jó szívemből kívánom ezeket, adjon az Úr Jézus boldog ünnepeket. Megjött a karácsony veres paripáján, fagylalók szelet fúj, zuzmarázott száján. Jézus a megváltó e napon született, azért szent nevével kívánunk hát nektek. Kolbász alatt nyögjön a vén kakasülő, bőséggel teremjen búza, málé, szőlő. Bojtos farkú bornyú, 10-20 az udvaron, csikó, dinó, bornyú, birka az ugaron. Gazduramnak pedig ez esztendőbe, kék hasú bankóktól duzzogjon a zsebe. És ha valami bánat sanyargatná nagyon, pincében a jóból öntse vele agyon. Tiszta jó szívemből kívánom hát ezeket, adjon a jóisten boldog ünnepeket!
karácsonyt kívánok mindenkinek, békesség Istenből!